A találkozót, amelyen az elmúlt esztendő történéseiről és a gazdasági kapcsolatok alakulásáról volt szó, a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara meg a Magyar Nemzeti Kereskedőház szervezte. Tekintettel arra, hogy a magyar gazdaság számára az élelmiszeripar egy nagyon komoly kitörési pontot jelenthet, és ha hozzáveszünk ehhez azt, hogy folyamatosan van magyar jelenlét az újvidéki mezőgazdasági vásáron, akkor azt gondolom elmondhatjuk, hogy ezek olyan lehetőséget biztosítanak a magyar vállalkozók számára, hogy újabb és újabb piacokat teremtsenek maguknak. Úgy gondolom, hogy ez a kamaránknak a fő küldetése, hogy minél jobban összekapcsoljuk a magyar-szerb vajdasági kis- és középvállalkozásokat, minél nagyobb legyen ez a volumen, amit a két ország vállalkozásai elérnek. Az újvidéki vásár egy neves nemzetközi vásár, Magyarország számára a jelenlét kiemelkedően fontos. Egyrészt azért, mert a mezőgazdaságban a magyarországi termőterületek, ehhez kapcsolódó feldolgozó ipar és a vajdaság adottságai, klimatikus termő talaj adottságai gyakorlatilag nagyon hasonlóak, éppen ezért főleg a magyarországi kis- és középvállalkozások számára egy határmenti, közeli területen való részvétel kiemelkedően fontos. A magyar-szerb gazdasági együttműködésben tapasztalható haladást a két ország közötti politikai kapcsolatok javulása alapozta meg, hangzott el az összejövetelen.